Elhogy mindenkinek Ryder vagyok, és visszatértünk a Cities Skylines sorozatunkba az előző epizódban. Nos, ezt a területet szépen elkészítettük, mint állat. Partvidéknek neveztük el ezt a kicsike kis helyet, és átállítottuk turisztikai területté, ami nem feltétlenül volt egy rossz választás, hiszen totál jönnek ide az emberek, és nyomják a turisztikát, mint állat. Ami tök király. Ezek most... Oké, hát tudom, hogy nyugodtan ide tudnak költözni. Jó. Amit szeretnék még csinálni, ha már itt vagyunk egy területnél, először is ugye elnézést kérni azért, mert megint éjszaka van, sajnos éjszaka van. Ez egy ilyen... Hát így álltunk be most már, mondjuk úgy. Most már így állt be a játék. És nincs mithez kezdeni vele nagyon. Szeretnék csinálni egy csomó... ilyen kis területet. Ahol ugyebár el tudunk lenni, ahol ugyebár oda tudnak költözni az emberek, mint állat. És akkor itt megyünk vissza, mert ugye itt van a szemetes, így. Igen, meg itt van mindenféle. És ezeket is bezónázzuk, mint állat. Ugye egyesével, mert menők vagyunk. Igazából ezeket bezónázhatnánk eddig nyugodtan, szerintem. Vagy nem, az egészet bezónázzuk így, mint a lakossági terület. Ugye ezt kicsit bővítjük, hogy így ide is jöjjenek az emberek, így. Tehát ezt így bezónázzuk, királyú. És ide majd szépen ide fognak költözni. Ó, nincs elég áram! Ez gáz. Pánik. Hát nem jön ide az áram? Mi a Jaj, onnan nem jön az áram, persze, oké. Okay. Semmi baj. Bem, tessék, meglepetés áram. Igen, ezek itt kirettek kötve. Azzal, hogy itt áthúztam a kábelt. Oké. Okay. Most már viszont totál van elég áram. Bőven. Igen, szóval ide költözhetnek majd emberek, ami tök jó. És ezen kívül még szeretnék ugye csinálni ide mindenféle utakat, és akkor több kereskedelmi területet. Lehet, hogy nem a legjobb ötlet. Igazából alig wikizek valamit, tehát, sőt, gyakorlatilag semmit nem nézek wikin ezzel a játékkal kapcsolatban. Szóval nem tudom, hogy pontosan miket kéne csinálni, hogy minden szép és jó legyen. De szerintem így minden szép és jó lesz. Így. Na mondjuk először első nekifutásból csináljunk csak ennyit. Lehet, hogy akarunk egy pár hivatali zónát is telepíteni. Tehát miért is ne? Plusz az tök jó lenne, hogy telepíteni. Mit csináltál, Mapista? Feltelepítettem egy pár ipari zónát a Cities Skylines sorozatunkban, tök jó volt. Pályában nincs problémák szerintem a csövezéssel. Oké, itt sajnos viszont vannak problémáink, ezért nem épülnek ide épületek. Így. Most már elmetek ide is kellene majd építsenek lassanként. Ami tök jó, szépen lassan, de biztosan. Majd ide is építeni dolgokat. Pont ugyanúgy, mint itt. Mi a fene? Júj, ezt nem akartam. Igen, igazából tudom, mi történt. Hallottál soha egy jeep? Oké, ott adtad a jeepedet, mert elmész a városból. Oké, szia! Szia, menj! Menj, Kathleen Jackson, menj, érezd jól magad. Legjobbakat neked, jó? A legjobbakat, mindig csak a legjobbakat. Nagyszerű. Jól van. Szeretnék parkokat építeni helyekre. Helyenként parkokat építeni. Ami... Rájöttem, hogy ez a problémánk igazából, mármint ezért nem halad annyira a város úgy előre, mondjuk úgy. Mivel, hogy egyszerűen mindig ráépítünk az épületekre, amik már vannak a városban, és ez problémát jelenthet. Nem lesz víz majd, az is problémát jelenthet. Sőt, ez problémát is fog jelenteni, ezt tudjuk. Nem újdonság. A víz az örök probléma. De helyre legalább arra ösztönöz, hogy zsírrészéket építsek. Oké, ez most szemétség, már nem azért. Így. Jó, és akkor partvidék tök jól
kezd majd kialakulni. Hoppá, itt betegednek az emberek. Igen, ide már nem ér el az orvosság. Sloptus tip. Gyerünk, meg tudod csinálni. Higgy a kártyák lelkében. És akkor hova építem a kórházat? Oké, hát így is jó. Végül is, így is tök jó. Oké, ide kellnek igazából még rendőrségek is, ugye be? Tessék, ez totál de fél. Meg tűzol... Ó, ez mi ez? Elbocsánat, ez a rendőrség, ez a börtön. Ezek totál de félnek, de erre is szükség van, hiszen... itt az emberek meghalnak, hogyha... egyszerűen meghalnak, hogyha nem sikerül, nem jön lesz a dolog. University. Oh, kellene. Sloptus. Hoppá! Oké. Gimiská, szóval nincs gáz. Gimiská, gimire is szükség van. Még mindig van rá szükség. Ami azért elég durva, hogyha belegondolunk szerintem, hogy ennyire lenne szükség az ilyesmikre. Hol van még szükség? Itt nincs. Ez itt fasza. Ott egy kicsit. Itt nagyon. Veletek valamit fogok majd kezdeni. Viszont ide még mindig kell. És akkor teszünk ide még egy rivális gimit, így, zsír. Nincs áram? Azért mondom. Oké, ez már alakul, és akkor sulik is kellenek, igaz? Sima sulik. Így. Teszünk még egy párat, jó? Tessék. És akkor sokkal jobban beköltöztök majd ide, amitől király lesz. Sőt, teszünk még egy parkot is ide valahova, jó? Slope to... Ahol nem lesz too steep, a slope. Jó? azért nem történik ez a videó felvétel most a magyarosítással, mert nagyon egyszerűen egymás után veszem fel a kettő epizódot, szóval... Értitek. Oké. Okay. Slope to steep. A slope még mindig too steep. De tessék, van egy csomó parkunk már, ami tök király. Nem jön az áram úgy, hogy kéne jöjjön, ami gáz. De nem kell pánikolni. Most már jönni fog az áram úgy, hogy kéne jöjjön. Mindenki beszélt egy pillanatra, az látszott rajtuk, hogy nincs áram! Mi a fene? Nincs áram, miért nincs áram? De most már van, szóval nem kell aggódni. Ja igen, ide csináltuk ezt az egyedi épületet, ami szintúgy tök király, mert tök egyedi. Ez egy gyönyörű kép. Ne menjen senki sehova. Ez egy gyönyörű kép így. Csodálatos. Oké, előző epizódnak tök jó lesz a borítóképnek. Oké, na most vannak problémáink, amúgy, nem csak abból áll az egész világ, hogy itt építgetjük a városunkat. Vannak problémáink, amiket orvosolni kell előbb-utóbb. Az egyik ilyen probléma, amit itt megnéztem, az a zaj. Tehát ez itt borzasztó. Ezt pedig úgy lehet orvosolni, hát itt pont nem, de általában úgy lehet orvosolni, hogy olyan épületeket csinálunk, ahol vannak fák. Ez itt gáz. Ez itt nagyon gáz. Ezt át kell alakítani, vissza kell alakítani, ez hadsávos. Tehát ezt így tudjuk orvosolni, ami igen nagyon pepecselős dolog. Viszont ugyanakkor meg kell csinálni. Előbb-utóbb. Mert ez is sokkal jobb lesz. Sokkal nagyobb lesz a területek értéke. Valamint elméletileg nagyobb lesz itt a csend. Ami fontos. A csend ez egy fontos érték. Mert persze nem csinálok még mindent ebben a mai epizódban, ne aggódjatok. De valamiket csinálgatunk belőle. Ezt-azt, egy párat. Egy pár helyen. Miért vannak itt ilyen színek most? Jelenleg. Azok csak simán zónák, oké. Nem tudom, hogy miért ilyen sötét kék itt, sötét zöld itt minden. Aztán igen, rájöttem, hogy ezek csak a zónák. Tehát ezt valószínűleg megcsinálom majd két epizód közt, hogy ezt így szépen kiépítsük.
És igazából szerintem, amire szükségünk volna, nagyon, de nagyon, az még egy ipari terület. Az még egy ipari terület, egy olyan ipari terület, ami nem foglalkozik semmivel. Mert persze itt van nekünk Krampus például, ahol égnek lefelé az épületek, mi a fene. És Krampus, ugye, mindenféle, nem széne, hanem nyersanyaggal, bocsánat, ércekkel dolgozik. És az oké, és egy darabig, de ugye nem, tehát nem mindenhol csinálják a dolgokat, látjátok, hogy csak eddig. Itt már nincs. És tudtommal, mondjuk nincs érce. Hát akkor, oké, akkor megértem. Semmi baj, akkor kibővítjük a területet. Mint állat. Készítek a slope to steep-re. Így. Úristen, nem értek a slope to steep, Istenem. Micsoda. Micsoda jó dolgok ezek. Milyen jó, hogy élek. Ezért megérte életben maradni. 22 éven át. Nem vagyok még 22. De majdnem. Oké, van víz. Lesz áram. Jól van. Királyság. Királyság hamarosan még többen fognak itt dolgozni. Ami azért jó, mert ugye még ne többen dolgoznak, hanem többen jönnek ide. És a többi, és a többi. Szóval... Értitek. Igazából nagyon sok... Igazából nem állunk olyan rosszul szintek szempontjából szerintem. Mondjuk ez kettes szintű, nem hármas szintű, de majdnem, majdnem. Ez például hármas szintű. Tehát nem állunk olyan... szemetes! Új, gáz, szemét problémák. Nyugodtan tehetünk szerintem egyet ide. Egy szemét lerakót. Ha nem lesz a slope too steep... Istenem. Istenem. Hogy oldjuk meg ezt? Kitaláltam. Kitaláltam, hölgyeim és uraim, ne aggódjatok. Totál ki van találva. Autópályával. Megoldás az autópálya. Tudjuk magasabbra indítani? Tudjuk magasabbra indítani, ami király. Jaj, de ez csak egy sáv. Persze. Mert miért is lenne két sáv. Akkor... Jújjújjújjújjújjújjújjújj! Autópálya felhajtó. Oké. Akkor nem így csináljuk. Nem ezt csináljuk, nem autópályát csinálunk, hanem... több sávos utat. Amit így felemelünk, mint pont rossz helyre indítjuk. Amit így felemelünk, mint állat. Gyerünk, felemelünk, mint állat. Ez az nem értek egy slope to steep. Milyen nagyszerű dolog. Jó, és akkor innen pedig ide még áttesszük, és így belemegyünk oda le. Királyság. Lehet, hogy a hadsáv egy kicsit overkill, ahogy mondani szokás. De Istenem, innen pedig kell egy visszafordító nekünk. Egyszerűen muszáj, mert itt akkora tömeg van, hogy ez valami... Mi a f... mert egy csomóan... mi van itt, hölgyeim és uraim? Persze. Ezt láthattam volna, ezt kilométerre kellett volna lássam. Amikor megépítettük magunknak partvidéket, akkor ugye azt csináltuk, hogy... Nem tudom, hogy egy föld alá, semmi baj. Akkor azt csináltuk, hogy... innen autópályával itt a föld alattinak központjából átjöttünk kertvárosba. És ez tök jó ötletnek tűnt akkoriban, viszont ez azt jelenti, hogy ugye, ha most akarunk építeni utakat, akkor le tudunk menni a föld alá, hogy ezt az utat ezt használják. Ami jó, mert ezt az alagutat ezt használni kell. Ez azért van, hogy használják. Viszont ugye itt jönnek fel az emberek, itt jönnek ki az emberek, és itt mennek le az emberek. Szóval, hogyha valaki kertváros, partvidékből, bocsánat, el akar jutni mondjuk Daffodil Heights-ba, hát akkor egyszer valami borzasztó össze-vissza úton kell menjen, ez az egyik dolog. A másik az, hogy nem tud más csinálni, csak itt jönni. Ezt tudnánk orvosolni tök jól úgy, hogyha fognák innen az utat, és igazából ez most egy kis kerülőút lesz, kis csel, de szerintem tök jó lesz. Elhozzuk ide,
és innen pedig kivisszük ide. Bem. Így már ide is tudnak jönni az emberek, hogyha netán ide akarnának jönni. És akkor ugyanígy meg tudjuk csinálni a bemenetet is, hogyha valaki netán be akarna jönni ide, akkor fogunk egy pontot, valahol, mondjuk itt, egy autópálya lehajtót, amit beviszünk szépen a másik helyen nem tudsz kanyarodni, Istenem. Nem tudsz, oké. Okay. Amit beviszünk szépen a föld alá, bem, je, yeah. Oké, okay, majdnem oké. Okay. Még mindig nem oké, okay, de már majdnem. És egyszerűen csak rácsatlakoztatjuk ide. Ez egy tocsmány jól néz ki, de hiszem, hogy senki nem fogja ezt használni. És akkor így már... Né, látjátok? Mint ahogy mondtam. Látnok vagyok. Totál használják az alagutat. És elméletileg ez... Nem mondom azt, hogy segíteni fog, de hát ha. És ugyanígy, ugyanezzel a logikával kéne csinálni például, szerintem, autópálya lehajtód. Ide, így. Hogy aki ide akarna jönni, ez le tudjon jönni. Illetve ugye, hogy megépítettük ezt az új területet kertvárosnak, lehet, hogy nem ártana egy olyan terület is, aminek a lényege az, hogy... Ez autóztív. Ezt hogy oldjuk meg, hogy... Oké, okay, tudom, hogy oldjuk meg. Aminek a lényege az lenne, hogyha innen jövünk. Wow, oké. Okay. Akkor át tudjunk jönni a terület fölött, és be tudjuk mondjuk csatlakozni valahova ide. Így. Tökéletes lesz. És akkor már aki ide akar jönni, ez is el tud jönni gond nélkül, probléma nélkül. Ahogy látom, itt ezt használják, ezt a területet, ami jó. Ja persze, mert így, eddig így jöttek az emberek, persze, mert is ne jönnének így. Csináljunk ide visszafordítót, jó? Szerintem az megéri. Megfordítva is. Másik irányba fordított. Nem lehet kár. Pedig milyen király lenne. Akkor így csinálunk. Így csináljuk. És lehet körbe-körbe járkálni, aki nagyon mazohista, az egy körforgalom éppenséggel. Oké. Most ez mondjuk sok mindent... Várjunk csak. Ó. Így. Oké. Okay. És akkor ez így már tök kire lesz. Mi az, hogy pipe problems? Nincs semmi problémán. Valaki nem kap vizet. Egy valaki nem kap vizet, és ezért sír mindenki. Nincs. Nem kéne semmi problémánk. Mi a helyzet? El van hagyatotva. Oké. Okay. Oké, hát elméletileg ez talán a problémákat innen kicsikét megszűri majd. Ami tök jó, szerintem, mert ugye, hogy ezt az utat használják, akkor azok rendben lesz. Sőt, mi lenne, hogyha ezt az utat csak egyszerűen rácsatlakoztatnánk? Ide. Így. Tök király! És akkor innen most már lehet menni egyszerűen ezen az úton le ide. Ami tök jó. Oké. Oké, haladunk. Kicsikét haladunk szerintem. Szépen lassan, de biztosan haladunk. Másik dolog, mikor itt kezd feltorodni a forgalom, miért nem csináljuk inkább azt, hogy... Nem, lefelé akartam menni. Hogy ugyanígy, ahol bemegyünk... Nem. Így, igen, és akkor ide becsatlakozunk. Ugyanígy, és akkor totál ki lehet kerülni az egészet. Nem kell bejönni ebbe a körforgalomba. Ami szerintem egy tök jó gondolat, és szerintem használni is fogják az emberek hamarosan, ha adunk nekik rá időt, hogy használják, akkor használni fogják. Igen, úgy van. Nagyszerű. Jól van. Majdnem van elég lakusunk ahhoz, hogy megvegyük az új területet. Igen. Ezért van. Tehát akkor mindenképp kell új terület, ahol, hát nem farmokat, de valamiket építünk. Jól van, hölgyeim és uraim, tetszett a mai Cities Skylines epizód, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert ez rengeteget segít. Valamint, hogyha jöjjtök a csatornám, én ezt emeltek, hogy iratkozzatok fel, hiszen ez a sorozat még folytatódni fog. Ryder voltam, hamarosan találkozunk, de addig is.
Ez egy szép nagy város. És játsz tovább!